mérkőzés kapcsán minden nekem Adamsről szól. Valamennyien, akik itt vannak, és akik a sportot kedvelik Magyarország, sőt világszerte, azok szurkolnak a trinidadi játékosnak. Jenner. Cvitkovics mellett. Ajaj, Vasicsko óriási hibája! Cvitkovics. Polonkait találja meg, eddig ügyes támadás. Lencse. Cvitkovics érkezik, és egyből ellövi. Vezet a Puskás Akadémia. Ez mestermunka volt. Cvitkovics. Gallardo. Lencse kapja a labdát, jön elé jóba, és elakad benne. Jenner. Tamásra viszi rá. Az alapvonal felé tolja, és Tamás számít erre. Gyömbér egyből. Bönig vállalja el, Hajdú! Mekkora védés volt! Lencse. Cvitkovics. Vesics belógott, így haraszti mehet, és teszi középre a labdát. Gallardo Böniget megelőzve, mellé megy! Kipiszkálja Böde, és aztán Szekeres lép oda, de nem sokáig marad nála a labda. Gerson Szomália kényszerítő, Szomália keresztben, mekkora beadás! A lécről vágódik ki, Jenner érkezett. Polonkai, Haraszti egyből, Cvitkovics emeli föl, Mateos. Lencse előtt marad azonban, és bevágja Lencse. Az ötödik bajnokián a harmadik gólját lövi a Puskás Akadémia színeiben Lencse László. Gyömbér és Lencse. Jönnek még a hazaiak közül a második hullámban. Gallardo ráviszi a kapusra, milyen átadás! És kimarad! Jenner. Szekeres vágja vissza a labdát. Jenner pedig elsodorja, Haraszti jön mélységből, Szomáliáig kísérik, megint létszám fölényt alakít ki a házigazda, Cvitkovics jó ütemben, Haraszti, ketten a túloldalon, Jova, üres a kapu, ott a harmadik, Lencse. Böde felé száll a labda, nem ússza meg azonban kapott gól nélkül a Puskás Akadémia ezt a meccset. 3-1. Jenner a gól szerző, mert ott középen még lehet, hogy hozzáért egy védő, de alig ha. Igen, Vasicsku, ő csúsztatta meg Jenner beadása után a labdát, hogy aztán kinek adják végül, öngólnak vagy Jenner góljának hivatalosan, azt nem tudom. Ionescu, Jenner. Már tekeri vissza, Type csúsztatja a kapu mellé. Gerson. Szemmel láthatóan nem mondott le a pontszerzésről a Fradi, a gólszerzésről pláne nem. Jenner a kapufára vágja közvetlen közelről. Tóth indít, Haraszti. Gyömbér nem fogja utolérni, Szomáliának van erre esélye. Haraszti középre, Lencse. Ő sem tudja berúgni, megtolja kifelé Jova mellett, de az oldalhálóba vágja. Az utolsó pillanatig becsülettel ment előre a Ferencváros, de nagyon nagy sikert aratott a Puskás Akadémia. Vége a mérkőzésnek.